22 éve van talpon, azóta lényegében ugyanazon a helyen, egy kicsit gyarapodva, mindig bővülve, de valójában a meghatározó művészkörét megtartva. Abban az időben született, amikor Magyarországon ugye a politikai változások bekövetkeztek, és akkor gombamódra szaporodtak a galériák, jöttek létre, de azok közül a magyar tulajdoni galériák közül valójában csak a Várfok maradt meg. A művészeknek a jelentős része az majd, hogy nem a galéria fennállása után a galériás tartozónak vallja magát, illetve hát alkalmanként egy-egy fiatal művész jön be, vagy mondjuk olyan külföldi világmesterek, mint a François Gillot például, aki ugye egy galéria történetében és életében egy nagyon meghatározó személyiség. Amiket mögöttem láthatnak a nézők, azok az 1977-es munkái, és hát ő a Várfok Galéria művészkörének azt is mondhatom egy világhíressége, hiszen Picasso egykori élettársáról beszélünk, Paloma és Claude Picasso-nak az édesanyjáról, akivel a galéria már a 2000-es évek eleje óta együtt dolgozik. A művésznőnek a különlegessége abban is áll, hogy most már 91 éve lesz november végén, és az életműve átöleli az egész 20. századot, tehát különböző korszakok által gazdagított. És hát mellette Rozsda Endrének a munkáit is ajánlom a figyelmükbe, aki azt is mondhatjuk, hogy François Gillot-nak a mentora volt. Martin C. Herz munkáit láthatjuk itt a terem egyik részében, ő a Várfok Galériának az egyik osztrák művésze, és nagyon jellegzetes a technika, amivel dolgozik, ugyanis fémes alapokra, legfőképpen alumíniumra készíti az alkotásait, bámulatos technikai bravúrral festi meg a festményeket, amelyek leggyakrabban manierista és barokk portrék reminiszenciái. Több különböző korszakából hoztunk alkotásokat. Az egyik az, amikor sima alumínium alapra festi a munkáit, ezeket az utóbbi időben neoncsövekkel gazdagítja, és ezáltal az a célja, hogy kibillentse az alkotást a térbe, közelebb hozza a nézőhöz. Valamint újabban ezt az alumínium alapot elkezdte meggyűrni, és az egésznek olyan a hatása, mintha csomagolóanyagra dolgozna, és a csomagolóanyagot nekünk kéne kicsomagolni, hogy meglássuk ezeket a portrékat, amelyek szintén barokk-reneszánsz portrék.